Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Drake vagyok, ez pedig a Tune Up nevezetű sorozat, pontosabban podcast sorozatnak a leges-leges-legelső adása. Na hát, amit most hallotok, az egy beköszönő, amit azért csinálok, hogy azért nagyjából képben legyetek azzal, hogy mégis mi a búbánatos hétszentséget hallgatok éppen. Tehát nagyon egyszerű a válasz, ez egy podcast, ami Amerikában már elég régóta hagyomány, tehát ez egy podcast, ez gyakorlatilag egy ilyen netes rádióadásnak fogható fel, és az a nagy előnye, hogy akkor hallgatod meg, amikor akarod, tehát ezeket ugye felveszik előre, rögzítik, MP3-ba feltöltik, és az ember akkor tölti le, akkor teszi rá a lejátszójára, vagy akkor hallgatja meg éppen otthon, amikor jól esik neki, tehát nincs semmiféle megkötés, mint például, mit tudom, a Kossuth Rádióban, hogy mit tudom én, Ima Perceink nevezetű program vasárnap délben a lebbens leves és a rántott hús mellé folyamatosan szól. Tehát ezt mondom, ezt akkor töltitek le, és akkor hallgatjátok meg, amikor nektek jól esik, nincsen semmiféle megkötése annak, hogy most, hogy ezt mikor hallgatjátok. Na hát, hogy itt most miről is van szó? Hát ez nagyon eredeti témát sikerült most megfognom, de tényleg valójában ilyet még az égvilágon senki nem csinált, hogy filmekről beszélt. Minden esetre próbálok valamiféle egyéniséget és egyéni hangvételt beleszűrni ezekbe az adásokba. Tehát elsősorban én most filmekről fogok beszélni, úgyhogy akit ez nem érdekel, szerintem rögtön kapcsolja ki az adást, mert csak az idejét pazarlom. Tehát filmekről beszélek, lehetnek ezek új filmek, régi filmek, kedvenc filmek, utált filmek, gyakorlatilag bármi, ami filmekkel kapcsolatos, és itt próbálok egy kicsit eredeti lenni, hogy gyakorlatilag a filmeken kívül bármiről szívesen beszélek. Tehát lehet ez könyv, lehet ez zene, lehet ez tévésorozat, lehet ez mit tudom én, hogy szárad a festék a falon, tehát én bármiről szívesen beszélek, ami úgymond az embereket érdekel, de nyilván azért elsősorban a filmekre és a több felsorolt dologra fogok koncentrálni. Na hát természetesen az elején le kell szögeznem, hogy ez a dolog, amit én most csinálok, ez nem eredeti ötlet. Tehát amit én most felveszek, amit én most csinálok, az előttem már 100 millió, trillió, billióan már csinálták, és én nem is akarok álszennek tűnni, tehát itt nem arról van szó, hogy én most feltalálom a spanyol viaszt, hanem próbálom a saját film őrületemet és rajongásomat valamilyen formában azért rögzíteni, mert úgy gondolom, hogyha az ember imád valamit, elkötelezett valamiért, akkor minél jobb, hogyha azt leköti valamivel. És én is próbálkoztam már sok mindennel, tehát én próbálkoztam videókészítéssel, tehát ilyen szarfilm bemutatókat készítettünk többen is. Aztán csináltunk filmet, 50 perces filmeket csináltunk, aztán én egy blognak voltam, egy ilyen kritikai író egyede, tehát ez a Videodrom című blog, hogyha bárkit is érdekel. Tehát én mindenképpen próbáltam valamiféleképpen lekötni ezt a fajta rajongásomat, viszont az, ami problémát jelentett, az, hogy nem volt meg a megfelelő technika. Tehát ahhoz, hogy valaki filmet készítsen, és azt mondjuk az emberek ténylegesen élvezzék és elfogadják, ahhoz egy olyan kamera kell, meg egy olyan hangosítás kell, meg egy olyan utómunkához értő ember kell, hogy ne nézzen ki röhelyesen az egész. Tehát az a baj, hogy amit mi csináltunk, az most tényleg így nem akarom magunkat hype-olni, meg fel többnek bemutatni, mint ami, de mi nekünk voltak azért viszonylag jó ötleteink. Tehát mi nem ilyen tényleg azt vettük fel, hogy nyitogatom a fiókot a szekrényben, meg hogy most mit tudom én, hogy még egyszer mondom, hogy szárad a festék a falon, tehát nem ilyen hihetetlen mélységű témákat boncolgattunk, hanem apró kis emberi történeteket. Viszont az egészet gyakorlatilag leöntöttünk egy vödör szarral, azért, mert olyan kamerába vettük fel, amit kb. A 70-es években a csehszlovák reklámfilmeknél alkalmaztak. Úgyhogy azért gondoltam azt, hogy ennél a podcast sorozatnál kevesebb a rizikófaktor, tehát egy mikrofonnál többre nem nagyon van szükség, és ez a mikrofon is legalábbis az előzetes tesztek alapján azért viszonylag jól működik, tehát nem kell attól félni, hogy esetleg nem halljátok, amit mondok, vagy nem érthető az, amit mondok. Úgyhogy ezért választottam ezt a műfajt, mert egyrészt praktikus, másrészt az ember idejét sem köti le annyira, mint hogy videókat készítene hetente. Másrészt meg nagyon egyszerű, én imádom ezt a műfajt, tehát én nagyon szeretem a podcasteket, magam sem értem teljesen, hogy miért, de valamiért olyan
jó ezeket hallgatni. Persze azért az sem mindegy, hogy kiket hallgat az ember, ezért fel is írtam magamnak ilyen pár podcastet, akit ajánlanék. Jó, mondjuk kicsit baromság, hogy miért ajánlok már is konkurenciából a legerősebb podcasteket, de hát mindegy, ezt most tegyük félre. A lényeg az az, hogy elsősorban a Vox Rádió nevezetű podcastet szeretném ajánlani. A Vox Rádió gyakorlatilag a legeslegelső ilyen, ilyen adás volt, amilyen internetes adás, amik feltöltésre kerültek. Az a szomorú hírem, hogy erre már keresztet vethetünk, tehát ez már úgy, ahogyan megszűnt, sajnos, pedig nagyon jó volt, nagyon jó fejemberek, újságírók beszélgettek éppen a heti premierekről. Ezt nagyon sajnálom, hogy megszűnt, 2011-ig húzta és 2007-ben indult, tehát majdnem, hát több mint négy évig tartott, nem is kell felsorolnom, hogy hány adás született, rengeteg. Ezek megvannak nekem egyébként, szóval, hogyha bárkit érdekel is a Vox Radio-nak, megpróbálom valamilyen formában elküldeni, aztán ő maga azt csinál vele, amit akar. De most a fontosabb a Vox Radio mellett, az a Freddy D-nek a Filmbarátok nevezetű sorozata. De most a Freddy D-t ugye gondolom senkinek nem kell bemutatni, tehát aki mondjuk, ne adj Isten, valamiféle úton, módon meghallgatja ezt, amiről én most beszélek, az nyilvánvalóan hallott már a Freddy D-ről. Nem is akarom őt most méltatni, ez nem az a hely és időpont, de a lényeg az, hogy maga ez a Filmbarátok kezdeményezés, amit ő csinál, az szerintem példanélküli. Tehát én ilyenről bevallom őszintén, én nem nagyon hallottam, hogy valaki ilyen elkötelezettséggel és ilyen odaadással készíteni havonta ezeket. Az igen méreható, mert ezek azért több mint 2 órás adásokat. Úgyhogy ezeket mindenképpen ajánlom. A gárda kicsit cserélődik, tehát ugye Freddy D az alaptag, majd most az Otherworld-ös Zolival készít videók, vagy ilyen podcasteket, Dancsó Peti is néha becsatlakozik, vannak folyamatosan változó emberek, volt egy sorozatos különkiadás, és az első mondjuk 4-5 adásban pedig a Bad Movies-os rácokkal, Sorterrel és Blackship-el készített nagyon élvezetes és jó podcasteket, sajnos az ő internetük ezt folyamatosan úgymond aláásta, de ő megbízhatóan szállítja azért ezeket az adásokat, gyakorlatilag havonta érkeznek. És még egyet ajánljak, ez pedig a Nyilvános Vetítés, ami a Filmbuzi című oldalnak, ami nem valami perverz transzexualitással foglalkozó honlap, hanem igenis ez egy filmszerető rajongóknak készülő filmes blog. Ők a Nyilvános Vetítést készítik, amiben az az érdekes, hogy folyamatosan ugyanaz a 3 tag található meg benne. És ez a 3 tag, én nem tudom milyen viszonyban vannak egymással, valószínűleg azért valamiféle baráti kapcsolat már létrejött közöttünk, viszont az a jó ezekben az adásokban, hogy gyakorlatilag szinte folyamatosan egymás torkának esnek. Tehát én nem tudok olyan adást mondani, ahol mindenben egyet érténének, és pont ez a jó benne, tehát pont az a jó benne, hogy nem unalmas. Tehát az ember azért, hogyha meghallgat egy podcastot, akkor ne azt hallgassa már órákon keresztül, hogy milyen gusztustalanul egyetért mindenki mindenkivel, akkor tényleg menjenek szobára, vagy nem tudom. A podcasteket az ember azért hallgatja, hogy különböző véleményeket hallgasson meg olyan dolgokról, ami őt érdekli. Úgyhogy ezek voltak azok, amiket én ajánlok, és gyakorlatilag nem is akarom ezt túl sokáig húzni, hiszen ha jól látom, akkor már majdnem 10 perce beszélek gyakorlatilag semmiről. A helyzet az, hogy igen, jól hallottátok, én most egyedül beszélek, tehát nincsenek ilyen képzeletbeli barátaim, vagy ha igen, akkor nem. Én nem tudok róluk, hogy megszólaltak volna. Megpróbálok majd vendégeket hívni, tehát megpróbálok minél többször másik véleményt is bevonni, tehát azért ne az legyen már, hogy tényleg én itt egymagamban okoskodok a filmekről. Én nem szeretnék ebbe a csapdába hosszasan belefutni, de azt azért vegyétek figyelembe, hogy az első nem tudom mennyi adásnál azért még nem nagyon számítsatok rajtam kívül másra. De szerintem ez is jó, mert akkor megszokjátok a stílusomat, megszokjátok, hogy én most mégis hogyan gondolkodom a filmekről, mi a véleményem róluk általában, mi az értékelési rendszerem, hogy viszonyulok hozzá. Tehát én nagyjából az alapokat lefektettem, és akkor utána jöhetnek a többieknek a véleménye, hogy ők mégis hogy látják azt, éppen azt a filmet, amit én vagy lefikáztam, vagy agyon dicsértem, vagy ugye a többi opcióról még nem is beszélve. Úgyhogy azt hiszem, hogy elmondtam minden fontos dolgot, legalábbis emlékeim szerint elmondtam, legfeljebb majd valamit még hozzá cseszek ehhez a hanganyaghoz.
Egyelőre nem tudom, hogy MP3 formátumban le lehet tölteni, mindenesetre a YouTube-on megtalálható, tehát az mindenképpen. Majd keresek valami jó kis ilyen feltöltő oldalt, ahol ezeket mondjuk így ne az legyen, hogy 2 nap után törlik a francba, hanem legyen valami hosszú távú garancia arra, hogy ezek megtalálhatók és letölthetők. Úgyhogy nem sokára jövök vissza egy ténylegesen egy filmes élménybeszámolóval. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Gyakorlatilag a nagy semmit, amiről 10 percig beszéltem. Ez volt a beköszönő, nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!